Köszöntöm Önöket itt a fehérvári beszélgetésekben, és ahogy azt már megszokhatták ebben a műsorban napról napra, hétről hétre, igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat bemutatni Önöknek, mint hogy az is hagyomány, hogy egy kicsit beengedjük a kulisszák mögé, kedves nézőket, és megismertetjük Önöket a mi kis családunkkal, hiszen mondhatjuk azt, hogy mi egy nagy család vagyunk, a időbeosztásból adódóan a kollégák itt együtt élnek, és hát, hogyha nézik rendszeresen a hírműsorunkat, vagy akármelyik magazin műsorunkat, most már hónapok óta találkoznak Trukeszinsz Gergő nevével, aki a Fehérvár Média Centrumban vágóként dolgozik. Szervusz, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. Én köszönöm, hogy itt lehetek, szia. Mi volt az, ami ebbe az irányba terelgetett téged, és hogy találtál ide hozzánk? Hát, az előző munkahelyemen, nem tudom, kimondhatom a nevét. Nem? Jó, hát mert akkor, az már reklámnak minősül. Igen, akkor úgy mondtam, hogy Magyarország legnagyobb állategészségügyi Kft-nél dolgoztam, mint multimédia tervező. Hasonló munkaköröket láttam el, mint itt. Kicsit több rétű volt, tehát ott nem csak vágással foglalkoztam, hanem rendezvényfotózással is, és operatőr is voltam, weboldalakat is készítettem, grafikai munkát is elvállaltam. És ott jött hozzánk egy megbízás, egy német kutyatápgyártó cég kért meg minket egy reklámfilm elkészítésére, és ott ismerkedtem össze a Diával, ugye itteni szerkesztő kolléganőm, és őt bejelöltem Facebookon, beszélgettünk, és nála láttam, hogy megosztotta, hogy vágót keres a Fehérvár Televízió, és akkor jelentkeztem el az álláshirdetésre, és úgy alakult, hogy úgy hozta a helyzet, hogy végül is ezt én kaptam meg, ezt az állást, úgyhogy így kerültem ide hozzátok. Én a helyemben azért óvatosan fogalmaztam volna, mert a gyártásvezető nagy valószínűséggel nézi, hogy mit beszélgetünk, és amikor szerintem elmondtad, hogy operatőrként is tevékenykedtél, lehet, hogy felsikított örömében, hogyha hiány van, akkor hova lehet még átcsoportosítani téged. Tehát akkor ezek szerint a filmezés maga közel áll hozzád? Persze, igen. Én élveztem az operatőrködést is egészen mindig, tehát nekem ez mindig közel állt hozzám, de hogyha őszinte szeretnék lenni, akkor a vágás volt mindig is az, ami igazából a magamhoz legközelebb éreztem. Miért? Hát nem tudom megmondani. Igazság szerint úgy gondolom, hogy ez egy olyan embert kívánó feladat, amilyen én vagyok. Tehát ez türelmesnek kell lenni, alázattal kell végezni ezt a szakmát, és én mindig is úgy éreztem, hogy ez nekem megy, és ebben találtam meg önmagamat. Meg talán a vágás, mert nyilván az, hogy a képi világot hogy alkotod meg, az ugye egy csapat munka, mert múlik az adott szerkesztőn, aki kimegy, és még főleg egy magazinos anyagnál vannak konkrét elképzelései, vagy múlik azon, hogy az operatőr mi az, amit meglát a helyszínen, de szerintem nagyon sok múlik az utómunkán, mert ez egy nagyon kreatív és izgalmas dolog, hogy mondjuk esetleg a képeket hogyan tudod megtölteni mondjuk egy-egy kreatív megoldással, vagy effektekkel, tehát akkor ez az irány téged is jobban érdekel inkább. Igen, az utómunkával mindig is nagyon szerettem foglalkozni, hiszen ez az a munkafolyamat, amikor a végső terméket elkészítjük. Ugye a filmkészítés, amit mi is csinálunk itt a híradó készítése, ez több ember összehangolt munkája, de végül úgy gondolom, hogy mégiscsak a vágó az, aki ezt az egészet összeállítja. Hiszen az operatőr elkészíti a képi anyagot, a szerkesztő megírja hozzá a narrációt, a szöveget, és az összes nyersanyag nálunk landol a vágóknál. És ezt mi állítjuk össze, és talán mi vagyunk a legutolsó munkafolyamat, a utolsó munkabázis, akik ezzel az anyag hozzá kerül. És emiatt nagy felelősség is van rajtunk, de úgy gondolom, hogy jó ezt csinálni, és örülök, hogy itt lehetek a Fehérvár TV-nél vágóként. És amikor mondjuk belép valaki a te szobádba, igen, akkor azért visszaköszön a fotós múltad, vagy a fotós érdeklődésed is, hiszen lehet látni képeket is, meg hogyha valaki mondjuk a közösségi oldalt végignézi, akkor ott is látszik, hogy azért a fotótól sem tudsz elszakadni. Igen, abszolút így van. Én régebben hobbim volt a fotózás, nagy hobbim volt, és legfőképpen a természetfotózást szerettem mindig is, és a makrofotózást. A Facebookon ezeket a képeket láthattad. A falamon pedig grafikai munkák vannak, amiket nem én készítettem, viszont mégis nagyon tetszenek számomra. Amiatt is tettünk ezeket a képeket a falamra, mert úgy gondolom, hogy a vágószoba, ez egy hatalmas ajándék itt a tévén belül, hogy van egy saját vágószoba, ami az enyém. És azt úgy gondoltam, hogy minél jobban otthonossá kell tennem ezt a szobát nekem ahhoz, hogy én is úgy mehessek be oda, hogy szeretek beérkezni abba a szobába, illetve hogyha bármelyik kollégám, akár szerkesztő, vagy maga csak a takarítónő belép abba a helyiségbe, akkor azt érezze, hogy ott igenis minden helyén van, tisztaság fogad mindenkit, és jó közvetett, jó hangulat. A tisztaságot majd a Szent Miklósi Dávid figyelmébe ajánlom. Ez tök jó, hogy ezt mondtad, mert én is így gondolom, hogy ez egy olyan jó betérni egy olyan helyre, ami egy kicsit ilyen kuckós, és így elárul sok mindent abszolút, az ott dolgozóról, nem? Igen, abszolút.
Aztán amikor a mai napot beszéltük, akkor arra kértelek, hogy hozzál magaddal számodra fontos, vagy számodra valamiért különleges dolgokat, és hát ide ki is pakoltál az asztalra egy csomó dolgot. Mik igen, ezek? Három tárgyat hoztam. Amikor mondtad, hogy hoznom kell majd személyes dolgokat, hát eléggé megfogtál ezzel, hiszen ez nem tűnik egy nehéz kérésnek, viszont mégis az, hát hogyan tudnám már három tárgyal a saját személyiségemet leírni. Ezért úgy döntöttem, hogy azt a három dolgot fogom behozni, amit legelőször eszembe jut, és amit legelőször kitalálok. Az első, ami eszembe jutott, hogy a kutyámat fogom elhozni ide. Nekem van egy négy éves... Nekem van egy négy éves német juhászom, hatalmas nagy mozgásigénnyel van megáldva. Tehát, hogyha őt elhoztam volna most itt, akkor nem itt ülne mellettünk, hanem ott a kamerákon, meg a lámpákon lógna. Akkor szerintem a Halász Pisti is élvezte volna, aki egyébként itt a stúdióban operatőrként van most jelen. Igen, úgyhogy nem tudtam elhozni, viszont amit elhoztam belőle, az a hámja és a póráza. Ez a kutyus, ez a második kutyám nekem. Volt már korábban egy másik kutyusom, egy labrador keverék kutyus volt, ő sajnos elpusztult, és amikor ő meghalt, akkor volt egy nagy űr bennem, és tudtam, hogy egyből szükségem lesz egy másik kutyára. És a családom is ezt így gondolta, hogy ők is akarnak egy kutyust, és tudtuk, hogy német juhász szeretnénk. És elkezdtünk keresni az interneten, hogy mégis hol tudnánk német juhászokat találni, és több tenyésztőt is felhívtunk telefonon, hogy van-e még kutyus, és mindenhol azt mondták, hogy nem, már nincs, elvitték őket, és sajnos majd jövőre lesz, mikor újra születnek. Aztán egyszer csak anyukám szólt nekünk, hogy ő talált egy német juhászt, és oda mentünk megnézni a hirdetést. És apukám döbbenten tapasztalta, hogy ugyanabban a pillanatban ő is ugyanazt a hirdetést találta meg az interneten. És akkor ebből éreztük, ez egy kicsit talán ilyen sorszerű is lehet. Úgyhogy telefonáltunk, és mondták, hogy megvan, még egy darab kis német juhász maradt még. A tenyésztőnél egészen Debrecenig kellett utaznunk érte, belementünk, és hát egyből megfogott engem az a kis kutya. Tehát egy kis pici kis izé volt, jött oda hozzám, egyből nyalt a lábam, nagyon megszerettem. Meg volt a közös összhang is. Persze, egyből működött közöttünk a kémia, hogy így fogalmazzak, és azóta is nagyon, nagyon szeretem azt a kutyát. És tényleg okos is, tehát nagyon sok mindent meg tudtam neki tanítani, tehát tud például pacsit adni, ülni, feküdni, ugatni vezényszóra. Még azt is tudja, hogyha az ujjaddal egy pisztolyt formálsz, és ráfogod, és mondod neki, hogy bum, akkor lefekszik, mintha lelőtték volna. Tehát nagyon, ez engem mindig is megdöbbentett, hogy ilyenekre képes egy állat, ezt meg lehet neki tanítani. Úgyhogy most már a munka mellett sajnos nincs annyi időm vele foglalkozzak, mint korábban volt, de ennek ellenére nagyon, nagyon szeretem őt, és örülök neki, hogy ezt el tudtam hozni lényegében. De hát a kutyás életforma azért az továbbra is ott marad az ember életében, mert hát nyilván van itt egyfajta rugalmas időbeosztás, meg hát van egy számos dolog az ember életében, ami ugye a napi rendjét megszabja, de ahogy említetted, azért a kirándulások, a közös séták, a közös programok ott maradnak. Egy kutyás az kutyás. Persze, marad mindig, minden, nem? Igen, mindenféleképpen, inkább a hétvégekre van most már ez. A hétvégeken van arra alkalom, hogy el tudjunk menni egy sétára, vagy egy akármilyen közös programra a kutyámmal például. Aztán van még itt egy filmes egy kellék, csapó. Egy csapó. Igen, egy csapó van még itt. Ez a csapó azért különleges számomra, mert ez nem egy boltban vagy egy piacon megvásárolható csapó. Ezt apukám készítette nekem, ezt ő festette, ő fúrta, faragta, szegelte minden, ami ahhoz kell, hogy az elkészülhessen. És ez a csapót, ezt én a mozgóképes animáció készítő vizsgámra kaptam tőle ajándékba. Akkor még egy teljesen más volt ideírva, nem az, hogy Fehérvár TV, hanem egy dátum, amikor elvégeztem azt az iskolát. És amikor ugye kaptam ezt az irodát itt tőletek a Fehérvár TV-től, akkor úgy döntöttem, hogy ezt én be fogom hozni, és ki fogom rakni a falamra, hogy mindig is arra emlékeztessen, hogy nem csak egy iskolát lehet elvégezni maximális odafigyeléssel és erőbedobással, hanem ezzel, hogyha kellően odafigyelünk és kellően koncentrálunk, akkor egy munkahelyet is lehet szerezni. Ilyen miatt is raktam ki ezt a falamra, a vágószobámba, hogy mindig arra emlékeztessen, hogy nem csak bekerülni kell egy munkahelyre, ott is kell tudni maradni. Úgyhogy ezért küzdök minden nap. És hogyha esetleg később egy úgy adódik, hogy egy másik munkahelyre fel fog tudni kerülni, egy hasonló tévéhez mondjuk később 5-10 éven belül, akkor oda is vinni szeretném ezt magammal, hogy ez mindig előttem legyen. És ugye említetted azt, hogyha valaki belép a szobába, akkor az jó dolog, hogy ott valamit érez, igen, meg egy ilyen kuckó hangulat fogadja, és feltehetőleg nem tudod, mert hát nyilván ez a műsor már nincsen, de amikor én bemegyek ott a szobádba, akkor nekem mindig egy ilyen nagyon jó, kellemes emlékem van, mert volt egy ilyen csapó, amit egy nagyon kedves barátom, az Arany Gold Zoltán csinált,
mert itt volt régen egy Fehérvászon filmklub című műsor, és ezt így hárman, a Bodonyi Krisztián, az Aranygolc Zoltán és én szerkesztettem, és ott a Szignálban is benne volt egy ilyen csapó, ami nem ennyire klasszul nézett ki, mert a Gold az így otthon valami fadeszkákból, meg nem tudom mikből, de nagyon jól megoldott, és így ránézés, ez egy filmes csapó volt, és amikor én belépek oda, nekem ez a kedvenc műsorom volt, és mindig elgondolkozok azon, hogy jé, hát itt a csapó a Fehérvászonból. Hát örülök neki, hogy akkor, hogyha így érzed. Úgyhogy hozzájárultál szerintem ahhoz, hogy mindenkinek szebb legyen a napja. És a harmadik tárgyról mit tudhatunk? Ez egy zászló, egy Schumacheres rajongói zászló. Ezt szintén apukámtól kaptam, még 99-ben, amikor először voltam Magyar Nagydíjon, Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Na, ennek melyik az eleje? Ez így. Uh-huh. És ez az a zászló, ami ugye akkorról származik, amikor az egész autóversenyt megszerettem. Én nagyon nagy autóverseny rajongó vagyok. Nem csak a Forma 1-nek a szerelmese, hanem a VTCC-nek, a DTM-nek és egyéb mindenféle autóval kapcsolatos dolognak egyébként. És a Forma 1-nek a szeretete az nálam innen indult, 99-től számítva. És talán innen is jött nekem ez az egész vágás. Ugyanis valami történt 2009-ben, egy bekattant valami az agyamba, hogy én szeretnék csinálni egy összefoglaló videót a Forma 1-es szezonról, az aktuális szezonról, és YouTube-on nézegettem különféle videókat, és úgy éreztem, hogy nekem ez menne, én tudnék ennél jobbat csinálni. Aztán persze tévedtem, mert nem tudtam jobbat csinálni. Az első videóm, ami Forma 1-es tartalom volt, hát ez egy borzalmas, pontatott, 15 perces, hosszú, unalmas bacak lett lényegében, hogy őszinte legyek, de arra jó volt, hogy egy kiinduló pontot kaptam tőle. És éreztem, hogy a készítése közben ezt élveztem, és akármennyire is a végeredmény nem olyan lett, amilyet vártam, mégiscsak tudtam, hogy ez jó. És azt a visszajelzést is kaptam az ismerőseimtől, a barátoktól, hogy ez valóban jó. És innentől számítva minden egyes évben elkészítettem hasonló videót egészen 2015-ig, és ugye az ember minél többet foglalkozik egy adott dologgal, annál jobban megszeret, és annál jobb lesz benne. És nálam is végigkövető volt az összes videómban egy ilyen felfelé ívelő pálya. És a legutolsó videót, ugye az 2015-ben készítettem, ami Forma 1-es összefoglaló videó volt, és ez a videót a YouTube-on 30 ezeren megnézték, rengeteg külföldi komment érkezett alá, amihol dicsérték, hogy nagyon tetszett nekik, és hogy informatív volt, és hogy örülnek, hogy ezt elkészítettem, meg hogy a kedvenc videójuk ebbe a kategóriába. És olyan is volt, hogy magyar rajongói Facebook oldal bekérte ezt a videót tőlem, hogy szeretnék megosztani. És ott is jöttek a magyar visszajelzések, hogy nagyon tetszett nekik, és ez engem erővel töltött el. És örültem neki, hogy az én Forma 1 iránti rajongásomból egy kicsit át tudok adni a vágáson keresztül, a videóvágáson keresztül a nézőknek, hogy így fogalmazzak. Egy kicsit becsaptál azzal kapcsolatban, hogy én számítottam volna itt a tárgyak között egy gitárra is. Gitárra is? Aha. Igen. Igen. A gitározás az nekem úgy jött, hogy volt egy időszak az életemben, amikor munkanélküli voltam. Ez egy rövid időszak volt, szerencsére pár hónapot fedő csak le. Viszont ez engem akkor is megviselt lelkileg, és úgy éreztem, hogy valamit szeretnék ez alatt kezdeni magammal. Mindig is érdekelt a zene, és a gitározás volt, ami engem legjobban érdekelt a zenei műfajok közül, a hangszerek közül, és ekkor elhatároztam, hogy fogok venni magamnak egy gitárt. És meg is vettem ezt a gitárt magamnak, és úgy hozta az élet, hogy ahogy megjött a gitár az internetre, hogy ott rendeltem, egy hétre rá lett munkahelyem. És így sajnos nem volt annyi időm soha, amennyit én akartam erre a gitározásra fektetni, ami a terv volt, viszont nagyon megszerettem játszani, és olyan szinten, arra szinten eljutottam a gitározással, hogy magamat tudom szórakoztatni. Másokat annyira sajnos még nem, de majd talán idővel. És mi ez a stílus, ami zeneileg közel áll hozzád? Hát leginkább az ilyen könnyedebb zenei stílusok. Hallgatni egészen mást, hallgatni rappet szeretek. De például az ilyen a gitározás korra az ilyen poposabb feldolgozásokat szeretem. Szóval akkor ez a gitárnak a története, és említetted, hogy ugye sok időd volt, ilyenkor az ember mondjuk elkezd nézni sorozatokat. Sorozatokat, igen. Én te nagy... is nézel sorozatokat? Mondhatok igen, címet. Mondhatsz címet. Hát nagy trónokharca és oda átrajongó vagyok, hogyha itt tartunk, igen. Mi az, ami érdekel mondjuk például az Odát, azért az egy kicsit ilyen fantasztikum irányába hajló történet. Igen, hozzá mindig is közel állt az ilyen stílus. Én nagyon szerettem ugye egy film az be van határolva. Egy film az 2 óra hosszás maximum, és akkor is azt mondjuk, hogy néha sok. Viszont egy sorozat, ugye ott több idő van kibontakoztatni. Az Odátnak is ugye 12 év vagy most a 13-dik nem sokára fog érkezni. És ugye ott bőven van arra idő, hogy egy hosszabb sztorit ki tudjunk hozni az egészből, és az ember idő után megszereti a szereplőket benne, és nekem nagyon nagy kedvencem a Dean meg a Sam, ugye a két főszereplő,
És az egész történet valami annyira megfogott és annyira magával ragadott, hogy nem tudom igazából elmondani, hogy miért ez a kedvencem, de ez a kedvencem. Mert a Trónok harca az úgy nagyjából nagyon sok mindenkinek a kedvence, szerintem igen, kevés igen, ember van, akinek ne lenne. Igen, talán az a legnépszerűbb sorozat jelenleg. Azzal úgy találkoztam, hogy nekem mindenki csak mondta, hogy ez van, és igazából nem is nagyon vonzott, nem is nagyon érdekelt, aztán ezt csak belenéztem. És az első évad sem nagyon tetszett még, de aztán szépen lassan elkezdte felkelteni az érdeklődésemet. Ugye az Odaát nekem az a szerelem volt első látása, azt nagyon, nagyon, nagyon szeretem azt a műfajt, viszont a Trónok harcában nem hittem, hogy engem ez meg fog tudni fogni, ez a sárkányos történet, ez az ókoros dolog, viszont mégis így történt, és azt is nagyon szeretem nézni. Itt most ugye nagyon sok minden esett szó, a tulajdonképpen mindegyik egy kicsit így az önkifejezés, a művészet, a kreativitás irányát súrolt azok a témák, amikről itt beszélgettünk, mert nyilván benned van az alkotó ember, akár az írás tekintetében is. Jaj, honnan tudtad meg? Az ember felkészül a beszélgetésre. Jaj. Igen, hát... Igen, ez is csak az időmilliómos korszakomból való, amikor elkezdtem írni, hogy így fogalmazzak. Egy kis kalandregénynek álltam neki. Úgy gondolom, hogy az embernek minél több dologban ki kell magát próbálni ahhoz, hogy tudja, hogy miben jó és miben nem jó. És emiatt is kezdtem el írni. Ez egy fellángolás volt. Kipróbáltam magam benne, hogy mégis hogyan fogok tudni írni. És hát úgy érzem, hogy nem annyira rosszul, mert akárkinek mutattam eddig, mindenki azt mondta, hogy igen, tetszik. És én igyekeztem abba is belevinni a személyiségemnek a darabkáit. Most nem fogok kitérni a történetre, nem is szeretnénk lelőni, mert majd amikor megjelenik az első Trókeszit Gergő kalandregény, akkor majd újból behívunk és beszélgetünk arról is. Szuper. Igazából ennyi ezt a könyvet, én csak azért kezdtem el írni, hogy megtudjam, hogy van-e hozzá affinitásom, van-e hozzá, hogy képes vagyok erre. És ugye kiderült, hogy valamennyire mégiscsak igen, úgyhogy még folytatni fogom mindenképpen ezt a könyvet. Hogy fér bele mindez az idődbe? Jaj, hát jó kell beosztani, ezt tudom mondani. Igazából most már munka mellett, mondom, egyre kevesebb van, viszont talán elég rugalmas a beosztásunk, tehát nem mindig úgy jövünk, hogy reggeltől estig, hanem reggeltől délutánig, vagy éppen délutánig is akkor estig vagyunk, és mindig van egy kis szabad idő. Szerintem az embernek arra van ideje, amire fordít, és fontos, hogy magunkra időt fordítsunk. Megtaláltad itt a helyed? Abszolút megtaláltam. Én egyik nap pont azt írtam ki a Facebookra, nem tudom, hogy olvastad, de hogy én imádok ide járni. Tehát én minden nap úgy kelek fel, hogy mosolyogva tudok bejönni ide dolgozni. Én sok közösségnek a tagja voltam életem során, de ilyennek még egyszer se. Úgy gondolom, hogy a Fehérvár TV ez nem is egy munkahely, hanem egy család. Inkább ezt így tudom fogalmazni. És lehet, hogy ez egy kívülálló számára furcsán hangozhat. De ha valaki ide bejön, akkor ezt egyből megérzi. És ezt is én egyből megéreztem, hogy mindenki nagyon barátságosan és kedvesen fordott engem itt az első pillanattól fogva. És tényleg úgy érzem, hogy eztán azért működhet ennyire jól közöttünk a munkatársak közötti viszony, mert ugye itt közös a cél. Mindenkinek egy célja van, hogy az adás elkészüljön. Ugye az operatőrök, a szerkesztők, a főnökség, mindenki kiveszi a részét ebből, és szerintem nekünk az adás, mint a néző láthat, az a közös gyermekünk. És mindenki kiveszi a részét a gyereknevelésből egyenlően, és hogyha valaki nem végezni a munkáját, akkor az adás nem készülhetne el. És éppen ezért mindenkinek megvan a fontos szerepe, ez egy jó felépített rendszer, és jó ennek a csapatnak a részese lenni. Én köszönöm, hogy megosztottad velünk azt, hogy kicsoda is az a Trókeszit Gergő. Igen. És hát nagy szeretettel üdvözöllek ebben a családban, hogy köszönöm. Itt vagy velünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is fogunk jelentkezni, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk akkor is, és hát nézzenek minket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!